Magyarországon nem csak a bornak, a sörnek is nagy hagyományai vannak. Az erre utaló első emlékek 16. századiak. A törökök kiűzése után ugyanis a járványok leküzdésében a sör is szerepet játszott. Akkoriban félve a fertőzésektől, vizet csak forralva ihattak, ezért inkább sört főztek. Az első pécsi sörgyárat 1848-ban meg is alapították. A magyar sörgyártás további eseményei a Kállay gyűjtemény legújabb időszaki kiállításából derülnek ki. Emellett korsók, plakátok, címkék és hűtőmágnesek is várják a látogatókat. A Magyarországi Sörcikkgyűjtő Klub tagjaival vettük fel a kapcsolatot még a tavalyi év folyamán. Már még a régi helyünkön, a Széchenyi utca 1 szám alatt terveztünk egy sörtörténeti kiállítást a Sörcikkgyűjtő Klubnak a vezetőivel. Ez a költözés miatt ugye változott ennek a programja. Végül idén 2020. augusztus 29-én a Sörmi több nevű rendezvény keretében megtörténhetett ennek az időszaki kiállításnak a megnyitója, és ráadásul most már az új helyünkön, a Besenyi tér 15 szám alatt álló Kállay házban méltó körülmények között mutathatjuk be ezt a páratlan időszaki tárlatot. A klub 2001 nyarán alakult, így közel 20 éve gyűjtik a tárlatban látható erekjéket. Ez a magyar és a külföldi sörgyártás és kultúra cikkeit tartalmazza. Az ágazatnak megyei, egészen pontosan nyíregyházi vonatkozása is van. Az egyik utca őrzi ennek a nevét, ez a Serház utca, ahol italméréssel is foglalkoztak, illetve egy német sörfőző mester 1821-ben ide érkezett és próbálkozott a sörgyártással, több-kevesebb sikerrel, de azóta is a város egyik legrégebbi utca neve, a Serház utca, és őrzi is a múltját ez az utcanév. A sörtörténeti időszaki kiállítás szeptember 30-áig látható a Kállay gyűjteményben.